Jó estét kívánok, ez a Licit, a heti tévé műkereskedelmi magazinja. A mai adás helyszíne a Nagyházi Galéria. A Nagyházi Galéria az alapító Nagyházi Csabáról kapta a nevét, aki már 5 éve nincs közöttünk, de ő teremtette meg ezt a galériát, és én úgy tudom, hogy az utolsó kérése az volt, hogy a család nélküle is folytassa. Ez a folytatás azóta is zajlik, hiszen most már a 224. aukcióra került sor. Ezt a kívánságot nélküle mennyire volt nehéz teljesíteni? Mint minden ilyen új helyzet, nagyon nehéz. Ugye Csaba egy meghatározó lény volt az egész galériában, tehát azon kívül ő hozta létre, de nálunk a galéria tulajdonképpen a gyűjtésből ered. Tehát nagyon sok galéria gazdasági okokból teremtődik, nálunk ez fordítva volt. Volt egy családi hagyomány, amit Csaba folytatott, mint az édesapja után, mint fiúgyermek. Ugyan az édesapja nem kifejezetten ezzel a profillal foglalkozott, hiszen elsősorban numizmatika volt a profilja, ezen kívül néprajzot is szerette és foglalkozott. Csaba debreceni születésű révén indult el ezen a pályán, és az első gyűjtési terület a néprajz volt. Ebből a gyűjtésből eredt aztán a galéria, illetve először egy régiségboltot nyitottunk Budán, és az nőtte ki magát a galériává. Miután én Csabával ugye együtt vezettük ezt a galériát, tehát az én részemről szerencsére volt némi tapasztalat, amit folytatni tudtunk. A gyerekekben szintén a szándék megvan, valamennyire ők tanulták is a művészettörténetet, illetve a művészeti menedzsmentet végeztek, és hát most pillanatnyilag 3-an próbáljuk ezt a galériát így az ő szellemében folytatni. A másik, azt hiszem, ami nagyon szerencsésnek mondható, hogy a munkatársainknak a nagy része szintén Csabával kezdték itt a galériában a tevékenységüket. Ennek vannak kollégák, akik már 20 éve vannak nálunk, tehát nem csak a család maradtunk magunkra, hanem a szakértők, akik Csaba mellett nőttek föl, ugyanúgy az ő szellemében tudjuk folytatni ezt a tevékenységet. De hát Csaba mégiscsak egy fogalom volt, a műkereskedelemben is, a gyűjtésben is, úgyhogy hát gondolom, hogy iszonyatosan nehéz volt ezt az űrt bepótolni. Hát nagyon nehéz volt, és ma mai napig nehéz tulajdonképpen, tehát az, hogy az embernek van érdeklődés és van affinitása, ez egy dolog, de valóban ő egy ikonikus alakja, azt hiszem, a műkereskedelemnek, és egy ilyen hagyatékot úgymond folytatni még nehezebb, mint hogyha az ember valamit elkezd. Na most festményeket, bútorokat, szőnyegeket máshol is árvereznek. Úgy gondolták, hogy kell valamiféle specializáció, és ezért került például az árverések sorába a néprajz is? Nem feltétlen, hanem ez a Csaba tárgy szeretetéből kezdődött, miután Csabának egy komoly néprajzi gyűjteménye volt már a galéria megnyitása előtt több 10 évvel. Ő gyakorlatilag ez a, mondhatni, hogy a hobbiát folytatta ilyen szinten, és hát miután tényleg rajongott a népművészetért, ezért gondolta, hogy akkor próbálkozunk néprajzi árverésekkel is, hiszen ennek van egy gyűjtői köre, egy olyan, azt hiszem, mondjuk annyiban különbözik a néprajzi árverés a többi árveréstől, hogy itt nem olyan látványosak a számok. Tehát itt nem milliókról beszélünk, itt sokkal kisebb összegekről beszélünk, viszont egy néprajzi árverésnek egészen más a hangulata, mint egy bármilyen másik árverésnek. Nincsenek talán olyan sokan, viszont aki itt van, mindenki szereti a tárgyakat, ha nem is tud vásárolni, de biztos, hogy érdekli, és itt van. Ezen kívül a kisebb pénzű gyűjtők is tudnak úgymond cserélni. Tehát időnként beadnak, vesznek, és hát lehet látni, hogy azért nagyon extra olyan szempontból, hogy igazán ritka tárgyak is előkerülnek. Egy 8. század második fele, 38 ezer forint. 40 ezer, 40 ezer forint először, 48 ezer, 48 ezer forint először, 48 ezer forint, 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 48 ezer forint,
17-18. Századi tárgyak kerültek el, és nem kis számban. Tehát 1700-as évekből évszámos tárgyak azért az már valóban
A maga nemében a műkincs kategória. 19 ezer forint először, 19 ezer másodszor, 19 plusz ezer, 20 ezer, 22 ezer, 24 ezer, 24 ezer forint először, 24 ezer másodszor, 26 ezer, 26 ezer forint először, 26 ezer másodszor, 26 ezer forint, ha senki többen, harmadszor, 26 ezer forint kettes tárcsa. Aki egy néprajzi tárgyra licitál, az ezek szerint szeretetből, szerelemből licitál, nem pedig befektetésként. Tehát mondjuk egy néprajzi tárgyat igazából befektetési céllal senki nem vesz? Hát azért nem választanám el a kettőt egymástól, hiszen ha megnézzük az elmúlt 20 évnek az árverési katalógusait, már akkor is voltak néprajzi árveréseink, akkor sokkal kisebb számokról beszéltünk. Tehát a 10-20 ezer forintról induló tárgyak azért ma már előfordulnak több 100 ezer forintos tárgyak is, mint ahogy tegnap is volt 500 ezer forintos korsó leütésünk, de korábban volt mondjuk 1 millió 600 ezer forintos néprajzi tárgyunk és árverésen. 302. vétel, Bogály, Felvidék, Oszumot 1832, 48 ezer forint, 48 ezer, 50 ezer, 55 ezer, 60 ezer, 65 ezer, 70 ezer, 75 ezer, 80 ezer, 85 ezer, 90 ezer, 95 ezer, 95 ezer forint először, 95 ezer forint másodszor, 95 ezer forint, ha senki többen, harmadszor. Más azért nem fog bele egy ilyen néprajzi árverésbe, mert nincs meg hozzá szakértelme? Hát részben szakértelem, meg azt hiszem, hogy ez nem olyan úgymond nagy üzlet, tehát nincs benne annyi pénz, mert hiszen egy ilyen néprajzi árverés, ugyan nagyon szép licitek vannak, és nagyon szerintünk komoly árakra mennek föl a tárgyak, azonban az egész árverésnek, ha az összleütését nézzük is, hát tulajdonképpen egy értékesebb festménynek az ára. Igen, mondjuk a Pont Saint-Michel árából az egész néprajzi kollekciót úgy, ahogy van, meg lehetett volna venni, gondolom. Igen. 120 ezer forint. 120 ezer, 130, 140, 140, 140 ezer forint először, 140 ezer másodszor, 150 ezer, 160 ezer, 160 ezer, 170 ezer, 170 ezer forint először, 170 ezer, 180 ezer, 180, 190, 190, 200, 200 ezer forint először, 200 ezer forint másodszor, 220, 240, 240 ezer forint először, 240 ezer másodszor, 240 ezer forint, ha senki többet, 260 ezer, 280 ezer, 280 ezer forint először, 280 ezer másodszor, 280 ezer forint, ha senki többet, harmadszor. Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű anyagot szerezni ezekhez az aukciókhoz? Én azt gondolom, hogy talán a néprajziakhoz könnyebben lehet anyagot gyűjteni, mert hiszen falun, a padlásokon még mindig vannak úgymond lesöprendő kincsek. Hát azért ez az idő már elmúlt. Tehát az, hogy a padlásokon úgy találjon az ember, mint ahogy ezelőtt 40 évvel, ez már nem igazán van. Az árverésekre most úgy kerülnek be, részben gyűjtőktől kerül be anyag, időnként hagyatékokból, amikor valóban az örökös mondjuk nincs tisztában az értékkel, is itt szembesül, és örül, hogy egyáltalán ez nagyobb értéket képvisel. Most is azért próbálunk utána járni, tehát mert vannak hirdetések, járunk vidékre, de már úgy találni, mint ahogy ez régen volt, már ez nem igazán működik. Ez csak azért érdekes, mert ha jól tudom, akkor Angliában van olyan tévéműsor, ahol pont arról van szó, hogy valaki talál még valamilyen tárgyat a ház padlásán vagy a környéken, és akkor kihívja oda a stábot, és egy művészettörténész elmondja neki, hogy hát ez mit ér, vagy hogyan, de akkor ezek szerint Magyarországon már mindent lesöpörtek. Hát azt hiszem, hogy ilyen szinten ez nem működik. Tehát járunk ugyan vidékre, de amire a kapcsolatba kerül az ember a tárgyakkal, addigra már valamilyen szinten. Ugye ma már az internet azért nagyon sokat segít a tárgyak felismerésében, vagy egyáltalán az, hogy ér valamit, vagy nem. És már aki ide bead, az már jön egy határozott árral, hogy ő ennyit szeretne érte kapni? Árral nem jön, de azért azt sejti, hogy ez valamit ér, tehát nyilván azért nem dobja ki, vagy nem adja el az utcasarkon az első embernek. 85 ezer forint. 85 ezer forint. 90 ezer. 90 ezer. 95 ezer. 100 ezer. 100 ezer forint. 100 ezer forint először. 100 ezer forint másodszor. 100 ezer forint, ha senki többet. 110 ezer. 110 ezer forint. 120 ezer. 130 ezer. 130 ezer a közéső telefonnál.
Legjellemzőbb tárgyak egy ilyen aukción. Ha én végignéztem a kollekciót, én azt gondolom, hogy a bokáj, mert abból van a legtöbb. Hát valóban a kerámia tárgyak, tehát a bokájok, amiből valóban nagyon sok van, bokájok, tányérok. Ugyanakkor, hát tegnap is volt néhány festett bútor, ezek a hartai bútorok, amik szintén közkedveltek, a egyéb paraszt bútorok, a faragott székek. Úgyhogy sokan a gyűjtői rétegen kívül lakberendezés céljából is vesznek ilyen tárgyakat. Tehát valaki vesz egy vidéki házat, akkor annak stílusában és korban szeretné berendezni. Tehát nagyon sok ilyen vásáron. És akkor van olyan 21. századi ember, aki ebbe a 19. századi paraszt bútor ágyban szeretne aludni? Sokan vannak ilyenek. Igen. A bokáj és a bokáj között mi a különbség? Azért kérdezem ezt, mert túlnyomó részt 12.000-ről, 24.000-ről indultak bokályok, ilyen kisebb kancsók, és aztán volt olyan, amelyik fölment 500.000-re. Most mi a különbség a kettő között? Hát a kerámia tárgyaknál először is nagyon fontos a tárgynak az épsége. Mennyire sérült, ragasztott, hiányos. Ezen kívül van méretben, korban. Az évszámos tárgyak általában érdekesebbek, ezen kívül a figurális, például tegnap volt a bokáj között a szarvas ábrázolás, tehát ezek mindig a frekventáltabb tárgyak, ezeknek az ára magasabb. Ott, amiről beszélünk, ez az 500 ezer, meg volt egy 400 ezer, és azért itt a méret is meghatározó. Egy bokáj általában 20 és 30 centi között van, ezek kanták voltak, meg poroskorsok voltak, ezek már ilyen 40-50 centiméter magasak. 330 tétel. Bokáj, Béla háza, 18. század második fele, 80 ezer forint, 50 ezer forint, 70 ezer, 70 ezer forint először, 70 ezer, 75 ezer, 80 ezer forint először, 80 ezer forint másodszor, 80 ezer forint a senki többet, harmadszor, 80 ezer forint 130 ezer. Pont talán az 500 ezeresnél, mintha azt éreztem volna, vagy azt vettem volna észre, hogy az nem volt hibátlan, és mégis adtak érte ennyit. Igen, de hogyha egy tárgy régi, évszámos és a díszítési függvényében, ott azért a kisebb hibáktól eltekintenek, tehát hiszen vannak olyan tárgyak, ami olyan ritka, hogy már az, hogy mennyire épp, ez nem meghatározó. Már bekalkulálják, hogy ennyi időn keresztül, több mint 150 éven keresztül nem maradhatott sértetlen. Igen. Ehhez csak egyet tudok mondani, Csaba gyűjteményében van egy tál, amit hát ezelőtt több mint 30 évvel vásároltunk. Konkrétan több darabban volt, amikor mi megvettük, és akkor 60 darab szuszékot adtunk érte. És így többen néztek. Egy törmelékért? Igen. Ez egy gömöri tál, ami nagyon ritka a maga nemében. Ma is mindenki megcsodálja. És az, hogy mi van a bokájon, hogy szarvas van-e rajta, vagy madár van-e rajta, az mitől függ? Attól gondolom, hogy annak idején, aki ezt készítette, rátette a szarvast vagy a madarat, de ez miért plusz értéket tekintve? Hát itt nagyon fontos az is, hogy milyen korú, tehát itt voltak felvidékiek, erdélyek, alföldiek, tehát ez is meghatározó. Azt figyeltem, hogy az nem volt olcsó bokáj, amelyik reprodukálva volt Csupor István Erdély népi kerámia művészete című könyvében. Itt ezeknek a tárgyaknak a tekintetében nagyon fontos értéket illetően, hogy hol van reprodukálva, vagy hol van megemlítve? Feltétlenül fontos, hiszen Csupor István egy neves néprajzszakértő, egyébként szokott nálunk is segíteni a meghatározásokban, hogyha valamiben bizonytalanok vagyunk. Most ez nem csak a néprajzi tárgyak, mert általában, ha egy tárgyra produkál, de egy szakkönyvben, az mindenképpen emeli az értékét. Ezeken a bokályokon ugye egyrészt az évszám fontos, másrészt ezek szerint az ábrázolás fontos,
De van még egy harmadik, gondolom, árfelhajtó tényező, hogy honnan származik. Tehát mi a preferáltság, hogy Erdély melyik pontján készítették? Hát részben az is számít, hogy honnan származik, illetve sok esetben van rajta név, hogy ki készítette, tehát az is meghatározó lehet. De azt figyeltem, hogy mondjuk ez az 500 ezer forintos bokály, ez például Kolozsváron készül, de hát volt olyan, amelyik Zilachról származik, Modor. Tordáról, vagy Bánfi Hunyadról, tehát az mindegy. Nem voltak olyan speciális tájegységek, ahol ilyen értékes bokályokat készítettek? Most csak összehasonlítom a tokai borral, hogy azért az nem mindegy, hogy az a bor tokai, vagy éppen csak tokai környéki. Nem feltétlen meghatározó. Tehát ezek, amiket most felsorolt, ezek mind ismert kerámia készítőhelyek voltak. Itt mindig a tárgy egyedisége az, ami az árát befolyásolja. A bokály és a királybokály között mi a különbség? Általában a királybokály az nagyobb méretű és díszesebb. De ennek ellenére azt vettem észre, hogy volt olyan királybokály, ami nem ment el annyiért, mint amennyiért egy normál méretű bokály. Hát ez mindig a díszítéstől is függ, tehát a királybokályok között is vannak díszesebbek, figurálisak. Tehát tegnap, amíg nem mentek el, azok az egyszerűbb díszítési bokályok voltak. A kályha csempék is egész jól mentek. Ki vesz egy kályhacsempét, és mire használja fel? Egy kályhacsempét sok mindenre felhasználnak. Egyrészt lehet a falon díszítő elemként használni, illetve én már láttam konkrétan egy gyűjtői körökben, hogy felépítettek egy kályhát, és csak egy-két darabot tettek be díszítésnek. Ugye, mert ezekből a régi kályhákból komplett kályhát nehéz azért összeszedni. Viszont egy kályhában akár soronként vagy elemként betenni, az sokat emel rajta. És ebből a kályha csempéből mi az igazán divatos, vagy az, amit sokan keresnek? Itt is ugyanazok az ismérvek vannak, mint a bokályoknál, vagy nem? A kályha csempéknél nem feltétlen. Ami például nagyon ritka, a hucul csempék. Ha emlékszik rá, korábbi árveréseken voltak hucul csempék, most is volt egy 80 ezer forintért kelt el egy darab csempe. Tehát ez mondjuk egy nagyon ritkán előforduló dolog, és nagyon keresett. Mert hogy ami huculról való, az... Hát kevés maradt. Kevés maradt, nagyon szép a nagyobb szép színei vannak, és nagyon szép az ábrázolása. Ami a színeket illeti, ott például azok a sötétkék tányérok, az százkézdi tányérok, azok például nagyon, nagyon impresszívek voltak. Igen, a százkézdi tányérok nagyon keresettek, elég magas áruk is volt tegnap is. És az százkéz, az hol van? Százkéz szintén Erdélyben van, és ez az grafittós, tehát ez a vésett mintával van ellátva. És ezekből is kevés van? Igen. Tehát az is hajtja föl az árakat. Igen. Na most ezek a tárgyak szinte kivétel nélkül Erdélyből jönnek. Az Alföldön vagy Észak-Magyarországon nincs ennyi, vagy nem olyan jellemző? Hát azért a kerámia készítés elsősorban ezeken az erdélyi területeken volt jellemzőbb. Vannak Alföldről is, de nem olyan nagy számban, mint Erdélyben, illetve a felvidéken. Nagyon érdekes volt még az, azt inkább a katalógusban lehetett nyomon követni a feliratokat, amik ezeken az úgynevezett butéliákon vagy butellákon voltak, és tulajdonképpen tele vannak helyesírási hibákkal is. Hogyan alakult ki ez a szokás? Arról lehet valamit tudni, hogy ilyen komplett szövegeket írtak, ilyen kis boros butellákra? Igen, ezek nagyon sok butellán vannak versek, vagy üzenetek, amikor konkrétan egy személynek készült a butella, és készítette valaki, aláírja azt, és odaírja, hogy kinek készítette, milyen okból. Na most valóban nagyon sok helyesírás hiba van, tehát abban az időben ugye Más voltak a szokások, és ezeket végül is vidéken egyszerű emberek készítették, nem az volt a szempont, hogy mennyire pontosan írnak. És ezeknek az ára mitől függ? Tehát itt is vannak olyanok, hogy a szövegétől függ, vagy az alakjától függ, vagy tulajdonképpen teljesen rapszodikus, hát hogy mikor, azért mibe mindenhol kerül. A kor az meghatározó, hogy mikor készült a tárgy. Tehát ebben is a múlt század, illetve a régebbiek, amik az értékesebbek. Most a üvegek közül tulajdonképpen olyan nagyon sok nem kelt el, vagy ha elkelt is, nem olyan nagyon magas áron.
Én például azt gondoltam, hogy ezek az úgynevezett emlékpoharak, ezek majd szárnyalni fognak, mert hát ezt is nagyon nehéz megcsinálni. De végül is tulajdonképpen egész normális árfekvésben lehetett ezekhez hozzájutni. Az emlékpoharakból viszonylag sok van még piacon, tehát ez mindig a ritkaság is meghatározza az árakat és a keresettséget. Ha megnézi minden, nem csak a néprajzi, minden árverésünkön azért vannak emlékpoharak, amiket el tudunk adni, de valóban nem olyan túlzottan magas áron. Viszont tartják az árukat. Az is nagyon érdekes volt, hogy rengeteg ilyen úgynevezett légyfogó került kalapács alá. Hogyan fogták a legyet? Mit csináltak? És miért voltak ekkorák? Hát a légyfogó az a mai napig is funkcionál, nagyon sokan használják. Hát a légyfogó az, amikor az ember fölteszi a csillára azt a papír vacakot, és akkor ráragadnak a legyek. De hát én még nem láttam, hogy az üvegekbe fogják a legyet. De igen, mi is használjuk, tehát a saját használatban is van. Ha emlékszik rá, tehát egy ilyen fölfelé szűkülő alakja van, alul van egy belső pereme, egy kis tartállyal, és oda öntjük bele, általában ilyen sörös mézes vizet szoktunk beleönteni, azt nagyon szereti a légy. Na most, amikor bemegy, mert megy a szagra, viszont kijönni nem tud, mert fölül szűkül. Ennél jobb légyfogó nincs, jobb, mint a papír. Na de hát azért a luk, ami fölül van, azért az sokszoros egy légy méretének. Miért nem tud kirepülni? Azért, mert fölül beszűkül, tehát ugye alulra, hogy föl akar szállni, arra nem jön rá, hogy középen ki tud jönni. Nagyon jól működik, jobb, mint a légyfogó. Önök a Licitet, a Heti TV műkereskedelmi magazinját látták. Viszont látásra a következő adásban.